Sokan kérdezik, milyen a szülőföldhöz való ragaszkodás? Egyszerű, mondom én. Nem kell hozzá nagy dolog. Elég, ha az ember elzarándokol szűkebb hazájának egyik kedves helyére, ahol kiül a dombra, vízpartra vagy sziklára, és hagyja, hogy átjárja a csend, a szépség és a szeretet. S ha azt érezzük, hogy halkan megszólít és elbűvöl a táj, akkor minden bizonnyal itthon vagyunk. Negyedik éve már, hogy elindultunk a hazavezető úton. Azóta töretlenül rójuk a kilométereket történelmi hazánk kanyargós ösvényein. Bármerre is járunk, mindenhol itthon vagyunk. Most, hogy újabb pihenőhöz értünk, ismét felidézzük az elmúlt időszakban meglátogatott tájakat, színeket, gondolatokat. Vannak végvidékek a szorványban, ahol már a vészharang sincs kinek konduljon. De mennyi virágzásnak indult tájék várt ránk, ahol a tavasz, a feltámadás, a magyar élet reménye hatja át a levegőt. Mert akárhogy apad is a magyarság, akármennyi teher is nehezedjen ránk, mindig és mindenütt vannak, akik képesek életet lehelni az elhagyott tájakba, hitehagyott közösségekbe, identitást vesztett emberekbe. Miután meghallgattuk az őrzők intelmeit, látogassuk meg személyesen is elszakított vidékeinket és testvéreinket. Mert aki nem indul útnak, az nem tud hazatérni sem. Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad. Hazám ott van a Kárpátok alatt, s népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban és szépben, minden vallásban és népben, s Istenben, aki a diadal. Hirdetem, hogy ő az út, az igazság, az élet, maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel, ember és magyar. Nem találom csillagomat, aki mutatná az utat. Na-na-na-na. Nincs már testvér, nincs már barát, szél sodorja lábam nyomát. A háború után, amikor megtörtént a felszabadítás, hát minket felszabadítottak az országunktól, és 1945 után lett tulajdonképpen itt kialakítva ez a határpont. Hát ez a mi szomorú emlékhelyünk. Ez a hármas határ elég sok terhet rakott ránk az elmúlt 90 évben. De reméljük, hogy eljön annak is az ideje, és akkor ettől megszabadulunk, ettől a hármas határtól, és aztán majd összeborulhatunk. Akkor remélem, hogy örömünkbe fogunk sírni. Eddig még bánatosak vagyunk a határ miatt. Személy szerint számomra, addig, ameddig létezik egy református temető, vagy egy katolikus temető, vagy egy unitárius temető, ahova engemet valahol majd elhantulnak egy bizonyos időbe, az a két méter hosszú, két méter mély valami, az magyar föld. Mert én magyar vagyok, én ott fogok feküdni. És addig, ameddig az én gyerekeim, unokáim, bárhol vannak a világon, visszajönnek, jönnek és letesznek egy szál virágot, addig én azt mondhatom, hogy magyar honfoglaló vagyok. Tehát erről ennyit. Nincs tegnapom, nincs holnapom, ami szent volt, megtagadom. Megbolondult ez a világ, elhervadó, mint a virág. Na, na, na.
Szombathelyeken azt tapasztaljuk, hogy a nagyszülők nem beszélnek szlovákul, vagy nagyon hibásan, és a gyerekeik meg nem beszélnek magyarul, vagy pedig hibásan még értenek, de csak passzívan, és megtörténik a névváltás. Azt szoktam mondani, hogy a szakrális nyelv még magyar, magyarul esküsznek, magyarul káromkodnak, de már egymás között is a velem korabeli fiúk szín magyar családból származnak, velem még magyarul beszélnek, de egymás között rögtön átváltanak szlovákra. A fiatalság már, hogyha a gyereket írassa iskolába, általában a szlovák iskolába írassák, és nagyon sokan már a nemzetiségeket is megváltoztatták szlovák nemzetiségre. Tehát az a veszély fenyeget, hogyha az idősebb lakosság kihal, nagyobb rész szlovák lakosú lesz. Ha egyszerűen ezen a tájon végignéz, mindig is magyar volt. Valahol elkönyveltük azt a problémát, hogy kisebbség vagyunk. Nem tartom helyesnek azért, mert mi lényegében egy 15 milliós nemzetnek a része vagyunk. Itthon vagyunk a saját hazánkban. És amerre végignézünk, az végtől végig ez a mi hazánk, ez a mi szent földünk. Nincs hova hátrálni. A mi problémánk esetleg talán abban van, hogy van egy beidegződésünk, és azt hiszük, hogy idegenben vagyunk. Ezek a határok, ez inkább bent vannak, lélekben vannak, a fejekben vannak. Ezt meg kéne szüntetni a fejekbe is a határokat. Nekünk egyszerűen nincs hova menni. Ez a mi földünk, ez a mi hazánk, mi itthon vagyunk, és tesszük a dolgunkat. Próbáltam élni, ahogy apám tanított, Istennel szembenézve, s hátat fordított. Akkor is emberként, férfiként élni meg, jóból a kevés jutott, hát azt becsülni meg. S a véremet itta ez a föld, én örömmel adtam, mert arra gondoltam, a hegyeken túl, folyók oldalán, ott van az az ország, mely hazám nekem is talán. Én nagyon sokszor hallom azt idézni a fiataloktól, hogy minél nagyobb a betartás, annál nagyobb a kitartás. Tartozunk azzal egymásnak mi magyarok, hogy megfogjuk egymás kezét, hogy bátorítsuk egymást, hogy segítsük egymást a bajban, és Isten haza család. Tehát ezt a sorrendet, hogyha mi megpróbáljuk megélni, akkor biztos, hogy megmaradunk. Csallók szívében megpróbáltunk összehozni egy olyan létesítményt, ami egyrészt a múltunkba tekint vissza, és összetartsa magyarságunkat. Igenis, mi a Kárpátok-medencébe Csíksomlyótól Felvidékig összetartozunk. Mindig a gyökerekből indulunk, úgy, ahogy magyarságunknak gyökerei, mély történelmi gyökerei vannak, ezért van jelenünk. És lesz jövőnk is. Új munkába kezdjen, milliónyi kar, új nagy esküz engem, mint a szélvihar. Hisz vénünk az Isten, és az ő Sion, Trianont ledöntjük, zászlónk győzni fog. Szent István az államalapítunk, tehát megmaradásunkat köszönhetjük neki. Szent Imre pedig, ami nagyon fontos, ugye a tisztaság és a hitnek a jelképe, ami nagyon fontos, hogy az emberekben, az itt élő emberekben éljen a hit, bátrak legyenek, és valóban merjenek tisztán, őszintén gondolkodni, és ami a legfontosabb, beszélni is. Ugye Szent László pedig megerősítette Magyarországot, és ugyanazra a munkára, amit ő elvégzett, ugyanúgy meg kell erősödni a bodrogközi magyarságnak is, a bodrogközi értelmiségnek azon kell fáradoznia, hogy az emberekbe hitet, lelket öntsön, hogy mindenki merje vállalni a magyarságát, mindenki merje azt mondani magáról, igenis, magyar anya szült, én magyar ember vagyok, és ezt büszkén vállalom, és ezért cselekszem is. Hogyha ezért tenni is fog, szervezni is fogja az életet, akkor én meg vagyok győződve, hogy Bodrogköznek van jövője. Ungnak és tisztának örök
járása, mint konok szívünknek szilaj lobogása, szilaj sodorása, Ungnak és Tiszának őrzői vagyunk még, ezer éves lángnak. A magyarság felemelkedése egy szellemi és egy lelki megújuláson keresztül képzelhető csak el. Egy csomó olyan tanúságtétellel, történelmi példával rendelkezik ez a vidék, amelyből erőt meríthetünk. Éppen ezt a lelki-szellemi megújulást erősíti. Olyan szereplői vannak ennek a vidéknek, amelyből merítkezhetünk, hogy vannak példák, amit követni lehet. És igazából lebontódik ezáltal a határ. Egyszerűen nem lehet a magyar történelmet, irodalmat, bármit tanítani, kiszakított területeket nézek, hanem csak a Kárpát-medencét egységbe tekintve lehet az egészet tanulmányozni. Igazából így teljes az egész. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Miben lehet bízni a jövőt illetően? Isten után azokban a igaz hitű magyarokban, akik nem adják fel a harcot, nem hagyják el a templomot, nem hagyják el az iskolát, akik építenek a jelennek és építenek a jövőnek, akik szívvel és lélekkel azon munkálkodnak, hogy ez a sok mindent átélt, itt a felső Tiszavidéken élő magyar közösségek megmaradhassanak, és valami örömet, reményt lássanak a holnapban. A magyarság szeretet az, ami minket itt tart, itt marasztal, és segít a jövőbe látni. Üzenem az egész magyar nemzetnek, a határon túl élőknek, hogy szeretni kell azt a földet, amit hosszú évszázadokon át őseink vére áztatott. Nekünk, akik hát Trianonnak hála, vagy a Trianon mögött álló akaratnak hála, nem élhetünk a magyar országnak nevezett országban, hanem Romániában élünk. Nekünk fokozottan nagy jelentősége van annak, hogy megmaradtunk az idők mostohasága ellenére, és pillanatnyilag érzésem szerint szimbolikus terület ez, valahol jelképezi a magyar megmaradás lehetőségét ebben a vasfogú történelemben, a vasszegekkel veretett nemzet történetében, hogy a vasszegek ellenére is meg lehet maradni, hogyha te kitartasz a nyelved mellett, a kultúrád mellett, és nem csak kitartasz, hanem teremted is ezt a kultúrát. Úgyhogy valahogy a hibáink, mert rengeteg gyengeségünk, hibánk van, ellenére is még vagyunk, és remélem leszünk is. Gábor Áron üzenete ebben az évben, születésének 200 éves évfordulója alkalmával, hogy a végsőkig kell kitartani a gondolatotok, az eszmétek mellett, és mellette következetesen harcolni. Hát az erdélyi magyarság is egyfajta ilyen önvédelmi harcot végez. Most is. Idegen országban jó ember, ne siess! Mikor hazádban él, és békésen megélhet.
picit úgy érezzük, hogy ez a föld, ugye a kezdet és a vég, minden megvan benne rajta, ami az itteni székely embernek szükséges, és hát sokan azért elvándorolnak, ez megfigyelhető történelem során, de visszatérnek. Azért mondtam, hogy a kezdet és a vég valahogy, tehát hogyha még ugye az élete delén levő erdővidéki ember elismeri egy időre megnyugodni, hazaérni, ide erdővidékre visszatér. Ne feledd el soha az írást fenn a kapun. Házad bárhol lehet, de hazád csak itthon. Szülőföldön nem lehetünk kisebbségek, csak az, aki elhagyja otthonát. E magyar elmélet nyugatra, akár Amerikába, lehet pénzzel fényes palotája, de mindenütt idegen és sorsa mostoha. Mert a fenyőerdőket kiirtani nem lehetett, székely anya csak magyar gyermeket szülhetett. Itt születtem én is sokan mások, székely hazámban magyarnak. Törvényeinket idegenek hozzák, templomainkba, iskoláinkba, a mi atyánkat magyarul mondják. Ezredéven át pirosfér öntözte el székelyföldet, mert székelyek védték magyar hazánkat. Ma is vérzik a szent magyar haza. Mindig kerül, aki ostromolja. De ameddig születnek székely gyermekek, unokák, addig fönnmarad a székely magyar hazád. S ha nem süt ránk fényesen a napsugara, hogy rossz törvényeket hoznak, Erdély felett mindig ragyog Mária őrző csillaga. Erdély születjét hazacsalogassa. Egy nemes feladatunk mégis maradt, nyújtsunk kezet az idegeneknek, öleljük át a magyar nemzetet, mert Isten mindenkit egyformán szeretett, mert ő a szeretet. Bánat, bánat, de nehéz vagy. Bánat, bánat, de nehéz vagy. Derik, hogy a szívemben vagy. Derik, hogy a szívemben vagy. Bánat, bánat. Magyar ember életének része a szomorú történetek sorozata is. Lehet, hogy több a szomorú történetünk a történelem folyamán, mind a jókedvű víg történeteink, de bírjuk ezt is, és bírni fogjuk ezután is ezeket a dolgokat, mert mondom, életünk része. Ti mentek, mi maradunk, de maradunk örökre. Lelkünk az itt marad, és nem is akarunk sehova menni. Egyébként én magam is megpróbáltam. 90-ben elmentem Magyarországra, átmentem a határon, az első az volt, hogy négy kézlábra, megcsókoltam a magyar földet, ott voltam 3 hónapot, és akkor rájöttem, hogy talán itt szorványba zsívöldjön az én helyem, és nem Budapesten. És így jöttem vissza, és azóta itt vagyok. Nekem és a társaimnak itt van a helye, és ezt a kis közösséget fenntartsuk, és együtt megpróbáljunk megmaradni. Mert a legkönnyebb menekülni, pénz után szaladni, meg hajszolni, tudom is én mit, itten pedig a mi dolgunk egészen más. Fura, édes, közel, távoli rokon, hamokon, hegyeken suttogó fájdalom. Völgyekben megülő ködös öröm, forrasok, bobúvok, kíváncsi közöny. Hát ki tudtok magyarul? Zsűrvölgyében vannak magyarok? Hát vagyunk persze magyarok. És lehet, hogy mi magyarabbak vagyunk, mint mások. Mert megmaradtunk itten. Itten nem van könnyű megmaradni magyarnak, mi Székelyföldön. Nekem itt van eltemetve déd nagyapám, itt van eltemetve nagyapám, tehát én innentől nem meg kell, azt hiszem, hogy sohase, mert ide vagyok kötve. Itt nőttem fel, itt voltam, itt jártam az iskolába, nem? Itt jártak a leányaim is az iskolába, úgyhogy én teljesen
Lópennyinarról, Zsírövegyenről tartom magamat. A megmaradásunk, a kultúránk fennmaradása tulajdonképpen tőlünk, az egyéntől függ. Nem politikától, nem történelmi viharoktól, mert ugye egy aláírás, ami ezelőtt bizonyos időszakkal történt, nem sikerült, hogy megszüntessen egy egész közösséget. Valahogy fel kéne ébredjünk arra, hogy egy nemzet vagyunk, egy test, tehát itt nincs szó arról, hogy kisebb vagy nagyobb, és hogy mindenik, hogyha elvégzi a saját dolgát, akkor marad egy gyönyörű szép kultúra, ami a magyar kultúra, ami közös, mert ugyanabból a gyökérből indul, ugye, egy olyan értékrendszer, amit egy nemzet kiépített az évek során, és hogy ennek az értéknek mi vagyunk azok a szerencsés őrzői, akik kötelesek vagyunk azoknak, akik utánunk jönnek, sokan, kevesen, nem ez a lényeg. Egy olyan erős identitást biztosítani, hogy ez ne halljon ki. Egy nemzetnek ez adja meg a jövőt, azt, hogy magát, a nemzeti kultúrádat, magát az anyanyelvedet kincsként, értékként tudod kezelni. Nem egy mindennapi dologként, ami jön, megy, vegyül, vagy külső hatásokra elenyészik egy adott pillanatban. Élnek, ölelnek, szülnek, ha kell, hol a bánat az örömmel énekel, ahol fogak közé szorul a panasz, ahol élni, halni, majdnem ugyanaz. Jelet kell állítani, és a megszentelt helyeket időnként fel kell újítani, újjá kell építeni. Önmagunkért, a történelmünkért, a jövőért, és valamit hátra kell hagyni az ősök üzenetéből, az unokáknak, az új nemzedéknek. És hogy hogy néz ki a hazaszeretet? Egyszerű. Leülsz, csend van körülötted, áthat a nyugalom, és gyönyörködsz. Ennyi, ilyen egyszerűen lehet szeretni az otthonodat. Ahol büszke a lélek, a szem kemény, ahol tenni kell mindig és mindenért, hol az a tájszab az életnek teret, itt az Isten jó kedvében teremt. Megmaradunk, mert én hiszem, hogy igaz az az isteni ige, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Az Úristennek a magyarsággal én hiszem, hogy tervei vannak, hogy nekünk jövőt szánt. Hitte ezt, öreg apám hitte ezt, édesapám, és hiszem én is, és hinni fogják, és hiszik a gyermekeim, hiszik az unokáim is, és remélem, hogy nincs az az erő, ami bennünket innét a szülőföldünkről el tudna űzni, mert a haza szívben van, és ez a mi hazánk, és hiába szakítottak le bennünket, mi akkor is élünk. Nagy Magyarország, te sosem maradsz árva, mindig szívünkben élsz, szeretet bezárva, minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza. Esküszünk a nemzet magyar istenére, piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre, minden nemes magyar, kinek lelke tiszta, ősi országunkat együtt vesszük vissza.